A WHO szerint a koronavírus járvány második hullámának gyorsulása Európa szerte azt jelzi, hogy veszélyes stratégia a kormányoktól a vírus szabadon engedni a nyári immunitás kialakulása szándékával. Az egészségügyi világszervezet arra figyelmeztet, a tapasztalatok azt mutatják, a legtöbb közösségben nem alakult ki a természetes védettség. A közegészségügy történetében még soha nem volt koncepció, stratégia a nyájimmunitás egy járvány kezelésében. Ez mind tudományos, mind erkölcsi szempontból problematikus, fogalmazott a szervezet főigazgatója. Franciaországban Jean Castex miniszterelnök felszólította a lakosságot, hogy otthonaikban is korlátozzák az összejöveteleket, mert a gyorsuló járvány egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi rendszerre. Hétfőn több mint 16 ezer új fertőzéses esetet regisztráltak. A mutatók alapján két újabb francia város, Toulouse és Montpellier is elérte a legmagasabb riasztási szintet. Kettő ott is korlátozásokat léptetnek életbe. Oroszországban 24 óra leforgása alatt 13 ezer új fertőzöttet azonosítottak. Ez a legmagasabb napi adat a világjárvány kitörése óta. Moszkva polgármestere szerint ez a hét döntő lehet a főváros vírus elleni harcában. Egy helyi tanárnő arról beszél, hogy egyre több szigorú intézkedést hoznak. Látható, hogy mindenki maszkban közlekedik, és az iskolák is átállnak az online oktatásra, ő is otthonról dolgozik már. A hatóságok az orosz vakcina tömeges alkalmazására készülnek, miközben a hatóanyagot kifejlesztő intézet még nem hozta nyilvánosságra a hetek óta embereken zajló tesztek eredményeit. Csehországban szerdától november 3-áig bezárják az iskolákat, a felső tagozaton átállnak az online oktatásra. A középiskolák, egyetemek már korábban váltottak. Szintén nem nyithatnak ki az éttermek, bárok, valamint zárt térben és közterületeken mindenhol kötelező lesz az arcmaszk viselése. Az elmúlt két hétben 100 ezer lakosa csaknem 500 új fertőzöttet regisztráltak, ami riasztóbb, mint a belga vagy a spanyol adat.